Három pilótával vág neki a 2016-os túrautó világbajnoki sorozatnak a Honda gyári csapata a IAS Motorsport színeiben. Már ott van a zengőtől elbúcsúzott Mielis Norbert is, aki pilóta társaival legutóbb spanyol pályákon tesztelt a szűk másfél hónap múlva induló VTCC szezonra. Norbit kérdezzük az új helyzetről. Szia, jó reggelt! Norvi reggelt! E, Norbi, most már elárulhatod, hogy az igaz, hogy e, szép csendben, de tényleg a novemberben aláírtál a gyári csapathoz? Mm. Hát nem tudom, hogy ezt a részletet megoszthatom a nagy közönséggel, de természetesen ugye a bejelentés pillanatában, ami január 13-a volt, azelőtt már, már néhány héttel eldőlt az én sorsom is, úgyhogy hát nem áll messze a valóságtól a, a novemberi időpont. könnyes vagy vosolygós volt a búcsú a zengőtől? lesz -e közül az utót kinevelő, és ez látod-e már a kis Mm, hát pilóta kérdésekben én nem, nem szívesen szólnék vele. Mindig biztosítottam Zolit arról, hogy, hogy bármiben szüksége van segítségre, akkor akkor nagyon szívesen rendelkezésre állok, és ezt és tartom továbbra is. Nagyon sokszor elmondtam már, szerintem itt is, hogy nagyon jó autóversenyzők vannak Magyarországon, és nagyon-nagyon sok tehetséges, feltörekvő, fiatal versenyző van, akár Gokart-bajnokságban, akár otthon a, a szimulátor képernyője előtt. Ez személyes tapasztalat, mert ugye volt szezonban én is nagyon sokat járok szimulátorozni, és azért látom azt a feltörekvő generációt, aki szerintem, hogyha lehetőséget kapna, akkor nagyon hasonló teljesítményre lehetne képes, mint én. Um, búcsút tekintve pedig, uh, hát nem volt egyszerű, um, az mindenképpen igaz, de én azt gondolom, hogy uh, hogy megfelelő pillanatot választottunk ahhoz, hogy, hogy elbúcsúzunk egymástól, és, és ennek kapcsán én abban is biztos vagyok, hogy, hogy mind a ketten, ugye az Engő Motorsport, most itt egy személyként veszem a, a, a fiúkat és Ildit, és én is csak a szép dolgokra fogunk emlékezni, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy, hogy mindannyiunk számára az, ez egy nagyon boldog időszak volt az életünkben. A fiúk közül hány szakembert íttél magaddal? Bári Gergő. Versenymérnöke biztosan ott lesz velem a gyári csapatánál. Uh -huh. Nekem mindig is fontos volt az, hogy Gergőt Gyergő, magam mellett tudjam. Ugye egyrészt nagyon sokra tartom az ő képességeit, mérnöki képességeit, másrészt meg kialakult már egy olyan nyelvezet közöttünk, hogy, hogy tényleg félszavakból megértjük egymást, és szerintem ezt egy új közegben tudjuk majd kamatoztatni is. A korom, miatt ugye az öregharcos Tarquini távozott a Jász csapatától, neki mekkora szerepe volt a, a, a te szerződtetésedben, az ő ajánlásának, mert ugye az megtörtént? Ebben nem vagyok biztos, hogy hogy megtörtént. Nem? Um, elképzelhető, uh -huh. én, én nem nem, nem hallottam, hogy, hogy ő ajánlott volna, amit tudok, hogy nagyon szeretett volna versenyezni, és nagyon szeretett volna a Hondánál maradni, de úgy ítélték meg, hogy nem is a képességei miatt, hanem inkább az életkora miatt már nem feltétlenül a megfelelő ember. A Japán központ azt mondta, hogy fiatalítani akar, hogy. Fiatalítani ezt a... akar, és szerintem ennek a következménye volt az, hogy, hogy tárkinivel nem számoltak a 2016-os évadra. Um, nagyon sokat tanultam tőle. Um, egy igazi karakán a versenyző típus. Um, és, és hogyha őszinte vagyok, akkor nyilván versenyhelyzet helyzet volt a legtöbb esetben közöttünk, de azért el lehetett kapni őt olyan pillanatokban, amikor, amikor őszintén azt segített. Azt adott, hogy annyi időskorodig nyomott te is? Hát ezt nehéz megmondani, um, szeretnék nagyon sokáig autóversenyzésre foglalkozni, abban nem vagyok biztos, hogy, hogy 50 éves koromban még uh -huh. versenyezni szeretnék-e. Na most, a Mariani igazgatói hogyan fogadtak a klubban? Ugye a csapatfőnök mondta, hogy az igazolásokat hogy a japán központ döntötte el, megvoltak a tesztelések Valenciában és Barcelonában, te hogy az utóbbi helyszínen kaptál két nap is szerepet, mi a táncrend ilyenkor a pilóták között? Ezt általában a, a főmérnök, a teljesítményért felelős főmérnök dönti el, Ugye három különböző helyszínen teszteltünk idén, és összesen kilenc napot teszteltünk, és ebből a kilenc napból az enyém volt, most gyorsan számolom, három és fél nap két különböző helyszínen, ami azt gondolom, hogy átlag felett van. Ugye egy-egy három pilótára osztjuk a napokat, és ez nekem nagyon jó lesz érzés, mert ugye a Tiago Monteiro régóta csapat. Hát ő volt a házigazda, aki fogadott kettőt. Így van. A... Robert háf pedig egy új versenyző, aki ráadásul világbajnok volt, neki szüksége van a kilométerre, és hogy ilyen körülmények között is hm, hogy én kapom gyakorlatilag a legtöbb hm, kilométer mennyiséget tesztelés alatt, az nekem vezessenek a, a fiatalok. Azért, azért ad bizakodásra okot, mert ebből, ebből talán az is látszik, hogy kíváncsiak a véleményemre, és, és tényleg teljes mértékű csapattakként elfogadtak. Na most ugye a csapatfőnök jelezte, hogy, hogy igazából nem lesz preferencia, tehát nem lesz fontossági sorrend, de azért ennek menet közben azért ki kell alakulni nyilvánvalóan. Ez körülbelül szerintem hanyadik versenyig alakul ki, figyelve a pilóták teljesítményét, hogy, 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 kire taktikázik mondjuk majd az istálló a továbbiakban. Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem nagyon fontos volt a, a, a szerződésben, hogy, hogy ne legyek hátrányos helyzetben a csapattársaimhoz képest, úgyhogy tényleg semmiféle sorrend nem lesz versenyzők között a szezon, mondjuk első felében, vagy első kétharmadában. Tehát azért, azért tart szerinted ez a hát, Szerintem minden attól függ, hogy, hogy, esélyesünk lesz, esélyesek leszünk a világbajnoki címet nyerni. Abban az esetben, ha igen, és lesz egy olyan versenyző a három közül, akinek e, e, akár matematikai esélye lehet arra, hogy ezt a címet megszerezze, akkor szerintem is a többieknek kötelességük beállni mögé és, és segíteni, mert, mert látszik az, hogy a Citroen két autóra ugye visszavette a, létszámát, akár lehet egy taktikai előny is számunkra, hogy mi idén nem kettő, hanem három autóval képviseltetjük magunkat, és hogyha egy kicsi előnyt is tudunk abból kovácsolni, hogy létszámelőnyben vagyunk, akkor szerintem meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget. Az, hogy gyári csoportban versenyez, az, az életrendelet, az, az életedet, a napi rutinokat, azt mennyire alakítottál? Szóval többet vagy a távol Magyarországtól, mennyiben készülsz másként, ez hogy néz ki? Hát azt hittem, hogy nem fogja különösebben, de, de nagyon sokat ilyen. utaztam. Főleg itt ugye az előbb szóba kerültek a tesztek, ezt leszámítva kétszer voltam már Olaszországban, ugye külön. Jövő héten is elutazom külföldre, úgyhogy Hát most nagyjából azt látom, hogy március közepéig nem lesz nagyon olyan hét, amikor ne járnék, vagy Spanyolországban, Olaszországban, vagy Franciaországban. Szerintem ebben mindenképpen szerepe van annak, hogy, hogy csapatot váltottam. Na most ugye a világbajnoki szezon majd, és ez nem tréfa dolog, április 1 indul Franciaországban, aztán rögtön két törzs helyed, a szlovák ring és magyarót következik majd a versenynaptárban. Hát ez akár előnyt is jelenthetne számodra, azt gondolom, hogy kedvenc helyszíneiden kell elrajtolni, és akár a másik két pilótával szemben is előnyt nem? Így van. Um, Franciaország az kifejezetten jó helyszín lehet számunkra, és az elsősorban nem a helyszín miatt van, hanem a, a rendszer miatt. Ugye 2016-tól um, lép életbe az a szabály, hogy az első két versenyét végén a, az elmúlt évben világbajnokságot nyert márka maximális balassúlyjal kell, hogy elrajtoljon, ami 80 kilót jelent, és az összes többi márka pedig büntető súly nélkül, azaz 0 kilogrammal val kezdhetne ki a versenyivadnak. Én azt gondolom, hogy már ez, ez már egy olyan fajta súlykülönbség, ami akár azt is jelentheti, hogy az első és a második versenyét végén nem a Citroen autói lesznek a leggyorsabbak. Um, elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy, ezeken a verseny akár mi is szóba kerülhetünk, mint, mint azok a, a pilóták, akik mondjuk egy első futamos futam győzelemért, vagy egy, vagy egy időmérős polpozícióért harcolhatunk majd. Most igazából ez egy furcsa év lehet számodra, és amennyiben maga a Honda sem tudja azt, hogy mi lesz majd a VTCC folytatással, igaz? Ebből a szempontból nektek óriási szerepetek lehet, hiszen a teljesítményetek döntően befolyásolhatja a gyár stratégiáját, hogy a túraautózással mit kezd. Pontosan, valószínűleg 2016-ban lesz végleges döntés azzal kapcsolatosan, hogy, hogy mit hoz a jövő a Honda számára a túrautó világbajnokságon. Hogyha most kellene megtippelnem az esélyeket, akkor azért egy picivel több esélyt a adnék arra, hogy, hogy a Honda maradni fog. De nagyon jól mondtad, ennek nagyon nagy, illetve az eredményeknek nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy, hogy végül japánban a Honda döntéshozok, hogy ítélik meg a helyzetet. Látszik, hogy a forma egy ugye, nagyon sok pénzt felemészt, látszik, hogy nem ott tartanak, ahol tartani szeretnének, és azért az is látszik, hogy oda talán egy picivel többet kell átcsoportosítani a költségvetésből, és nem tudom, hogy ennek esetleg a túraautóvilágbajnokság is majd meg a levét mondom, nekem pozitívak az érzéseim Azmondom, a, a folytatás. De akkor lépcsős hátú szívikkel revált a társaság az, az Hát a lépcsős hátú szívik, 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 hogyha minden jól megy, akkor 2016-ban már ugye utcai forgalomban megvásárolható lesz, és látszik, hogy a VTCC ez egy nagyon jó platform ahhoz, hogy egy gyártó market, promotálja az új autóit, úgyhogy én arra számítok, hogyha a Honda marad, akkor legkorábban 17, első felében, de legrosszabb esetben mondjuk 2017 második felében, vagy 2018-ban kerül bevezetésre ez az autó. Mindezekkel és a saját előéletedből együtt azt mondnak végül, hogy, hogy egy elvileg jobb kocsival, sőt nem csak elvileg jobb, kocsival, hol szeretnél végezni ebben a mezőnybe idén? Mindig beszoktak azért magadnak lőni, hogy mi a fejlődésnek a, a nevesíthető szintje, hmm. lépcsőfoka. Hát az, az, első cél az az, hogy a márketársaimat megverjem. Hmm. A második cél pedig pedig legalább egy összetettbeli negyedik hely, és azért negyedik hely, mert ugye 2014-ben már sikerült um, ott végeznem, szeretnék évről évre fejlődni, hogyha pusztán az összetetbeli helyezést nézzük, akkor tavaly ugye a hatodik helyen ez nem jött össze, ugyanakkor én azt gondolom, hogyha minden úgy alakul, ahogy én azt eltervezem, akkor mondjuk uh, reális célkitűzés lehet legalább az első ötben, de az én szűkebb célkitűzésem a, legjobb négy év végén. Hát Norbi, minden sok sikert neked figyelni fogunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.